Gyülekeznek a gyerekek és a szüleik a ringató csalogatóinak hangjaira. Szépen lassan megtelik várakozókkal a tér. Biztosra jönnek, javarészük visszatérő vendég a játszóban, amit majd 30 esztendővel ezelőtt indított útjára Gálné Gró Ilona. Azóta a nemzedékek nőttek föl, s ma már olyan nagymamák is jönnek az unokákkal és a lányukkal, akik hajdanán az első alkalmakat is közösen élték meg. Gálné Gró Ilona akkor még az I.S. Gyula tanítóképző főiskola tanára volt, amikor az ötlet megfogant. Mi indította ezt el? Nem egyéb, mint az, hogy én akkor leendő óvónőket tanítottam a főiskolán, és zeneóvodásokkal is foglalkoztam közben. És az egyik anyuka, akinek a kisgyereke oda járt az én zeneóvodás csoportomba, kérdezte, hogy kisebb gyerekeket hozhat-e a zeneóviba, és mondtam, hogy hát itt óvodások vannak, tudnak körbejárni, tudnak, nagyon sok mindent tudnak, és az egy évessel ott azért nem tudunk mit kezdeni. És akkor azért így bogarat tett a fülembe ez a kérdés, mert a Kodály szavaira gondolok, hogy nagyon korán kell kezdeni a zenei nevelést a születéstől, vagy még korábban, akkor ugyan hogy lehet? És akkor úgy logikusan jött a válasz, hogy akkor a szülőket lehet valamilyen módon megnyerni, vagy befolyásolni egyfajta értékrendnek, a saját megszállottságomnak, ami a tanítást, az ének tanítást jelentette, és akkor azt mondtam az anyukának, hogy jó, akkor jöjjünk össze, hozz el néhány ismerősödet, akinek kisbabája van, és így kezdődött. És ahogy a jó ötletekkel lenni szokott, elindult egy páratlan fejlődési folyamat. Ma szerte a Kárpát-medencében és Európa több országában is működik a ringató. Egyet tudtam, hogy én ezt nagyon szeretem tanítani, nagyon szeretem csinálni. Azt éreztem, hogy a lyukas órában, amikor átszaladok a kollégiumba arra a kis időre, amíg találkozom az anyukákkal, hogy az a helyzet az valami különleges és nagyon jó, és úgy elképzeltem, hogy én mit szeretnék nekik átadni. Az, hogy ez mekkorára fog nőni, a legmerészebb álmaimban sem fordult meg a fejemben. Ami változatlan volt a hosszú évek alatt, az, hogy én ezt nagyon szerettem, és hogy valami haladjon, én azt gondolom, ahhoz kell szeretni. Azt gondolom, hogy kell szeretni, és így visszagondolva meg sokszor már így a riportok kapcsán is saját munkámat átgondolom a kérdések után. Én azt gondolom, hogy ez volt az állandó, hogy szerettem csinálni, nagyon szeretek tanítani, nagyon szeretek mutatni jót, amitől jobb lesz valaki másnak is. Éreztem, hogy taníthatóvá válik az, amit én elkezdtem valamikor Szekszárdon, és szeretném, hogy más is úgy örüljön ennek, ahogy én örültem, hogy ezt hogy lehet csinálni. És most 118 kolléganőm van, tanítványom van, országszerte meg a határainkon túl is, a Kárpát-medencében körbe-körbe összetartja a ringató, a közös éneklés, összetartja a magyar családokat a határainkon túl is, távolabbi európai országokban is. Én azt gondolom, hogy kialakult egy nagyon erős szakmai háttere, mert kiváló emberekkel, kiváló kolléganőkkel dolgozom, jó zenészek, jó emberek, karizmatikus emberek, akik közösséget tudnak építeni, maguk köré tudják gyűjteni énekléssel is, és a játékkal és a kisugárzásukkal, a felkészültségükkel a szülőket. Azok a gyerekek, akik ebben a közegben nőnek föl, később is közel maradnak a népzenéhez. A szekszárdi ringatós gyerekek jelentős része később a Bartinában is szerepel. Ugye nálam pont fordítva volt, én a Bartinában táncoltam 22 évet, és amikor abba hagytam, iszonyatosan hiányzott az a környezet, a muzsika, a tánc, a mozgás, a közösség, és ezért is nagyon örültem annak, hogy ringató foglalkozásvezető lehetek, mert ezáltal újra közel vagyok a zenéhez, közel vagyok a közösséghez, és egy kisbabákkal együtt dolgozni szerintem fantasztikus dolog. Számtalan játékot játszunk a foglalkozáson, ismerkedik a zenével, hallja a ritmikus játékokat, a dalokat, tanulgatja az anyukával együtt, és hogy látszik is szépen hétről hétre, hogy egyre inkább értik és felismerik a játékokat, a dalokat. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen nagy előny, ha utána a szülő bartinás gyermeknek szeretné beiratni. Minden madártársat válasz,
embernek van egy pici kötődése, füle a muzsikára, az egész életünkben nagyon meghatározó lehet, akár mondjuk egy párválasztásnál, hogyha a fiú fel tudja kérni a lányt táncolni, az már nagy előny jelent a lányoknál. Tehát azt gondolom, hogy az életünk folyamán nagyon hasznos az, hogyha van egy pici kötődésünk a zenéhez, hiszen számtalan dologgal gazdagodhatunk ezáltal. Az elvek maradtak, a gondolat, tehát nagyon sok minden maradt. Az az értékrend, az maradt, és ez nekem mind Kodály adott útmutatásokat.